Sziasztok! De kicsit lehet liegős lesz ez a felvétel itt meg az utcán, és olyan dologról beszélhetek a jó atya kegyelméből, amit most értettem meg, szembesített is vele. Ezt nem mindenki fogja megérteni, csak azok, akik valamelyest megismerték Jézus Krisztust. Tehát az atya akkor mutatott egy képet, hogy a hitem mértéke szerint adja a lelket, és avval kell jóra sáfárkodnom, tehát azt ott kell úgy befektetnem, hogy az megsokszorozódjon, de ezt ő fogja megtenni, mert ez a hitnek az útja. Mert ez csak is hitáltal cselekedhető meg. És hogy értsétek, hogy mit szeretnék mondani, akkor az atya megmutatta ezt a képet nekem, hogy hogyan sáfárkodjak az életerővel a nekem adott ott hitem szerint. Azt is megmutatta, hogy többet azért nem kapok, mert a test, az elbukott emberi természet, az ego, ugye a sátán, az folytonosan kirabolná az Isten országát. És ő korlátozások nélkül adja annak, aki be tudja fogadni azt. És ahhoz, hogy ezt a gyermek, az Isten gyermeke igazából megtapasztalja és megélje, ahhoz meg kell tanulnom jól sárfárkodni avval, amit minden napra kaphatok a jó atyám kegyelméből. Hát ezek ugye a megértések valójában a folytonos jelenlét benne, a folytonos ima, hogy Krisztus beszél. Hát számomra ez egy olyan állapot, hogy nem teszek semmi olyant, amit az ő lelke ellen cselekedne. Tehát mondok egy példát, amit megtapasztalhattam. Hogyha ő azt mondja, hogy ne hallgassak semmit, még utitársaimat se, akkor engedelmeskedek neki, és benne vagyok az ő jelenlétébe. Még akkor is, hogyha dolgozom közben, vagy valamit csinálok. Egyszerűen megélem ezt. Van olyan, amikor arra indít, mert erre van szükségem, akkor természetes meghallgatom azt az utitársam, ami által én is kaphatok egy jelzést. Tehát egy inspirációt, egy felismerést ezáltal, és az nekem örömet okoz. Tehát valójában áramlik az atyánk lelke. És így ugye az életerő az megmarad hitáltal, tehát hasznos dolgokra van fordítva, nem a rablásra. Ugye, hogy ugye az óember valójában ezt kizsákmányolta éveken keresztül. Tehát ő féltő, szerető Isten, és nem enged meg akármit. És én is megmondom őszintén, hogy meglepődök ezen, mert most láthatom, hogy ezeket hogy mutogassa meg nekem Krisztus. És ez az, amire rá akar vezetni mindannyiunkat, Isten gyermekeit, hogy féltő, szerető Isten, rablásnak nincs helye. Tehát a sárfárkodást meg kell tanulnom, és mikor teljesen megtanultam általa, tehát megélem, nem agyban, hanem lélek által, és ez a legfontosabb, hogy az ő békességében, az ő jelenlétében megmaradjak nap, mint nap, hogy meghalljam őt, hogy készen legyek befogadni bármikor, tehát üres edényi válva befogadni azt, amire abban a pillanatban szükségem van nekem, és szükség lehet bárkinek.
tehát hogy mozdítható legyek. Szószoros értelemben tudom, hogy az emberek nem szeretik, tehát mozdíthatók legyünk, tehát oda fordíthatók, irányíthatók, ahol szükséges, hogy az Isten dicsősége megnyilvánuljon rajtamon keresztül. És ez egy olyan dicsőséges dolog, amit azt kell mondjam nektek, hogy egyben halázatban is mondom teljesen, mert nem szeretném továbbra is kirabolni Isten országát, mert azt elég sokszor megcselekedtem. Tehát üres edényé válva nap mint nap, fogadva a hitem mértéke szerint, mert ő többet nem ad, ezt úgyse bírnám el, és ő arra nem adja, ami eltékozolódik, tehát tékozlásra nem adja az Atya lelket. Hitem mértéke szerint adja, kapom, fogadom, és adom tovább, és így sokszorozódik meg. És így kerülök bele abba az állapotba, amiről Jézus is beszél, túlcsordulásig. Megtelik a pohár, tehát az üres edény, és akkor folytonosan telve vagyok az ő lelkével, és nincs szükségem semmire, szószoros értelemben. Ezt így most elmondom nektek, igazából ezt így teljesen még nem éltem meg. Volt, igen, az utam elején, amikor az ő kegyelme által Krisztusban újjászülethettem, akkor tényleg ebbe az állapotba voltam. Tehát túlcsordulásig meg is éltem, hogyha még egy cseppet rám csöppentett volna a lélekből, szószoros értelemben a testem meghalt volna. Tehát megsemmisült volna, mert nem bírta volna el. Na hát ez az az állapot, ahova el vagyunk hívva. És ez egy csodálatos dolog. Tehát ez volt az az állapot, ami folytonosan megmutatkozott Krisztusban. Tehát ő telve volt az Atya lelkével. És ezt komolyan mondom nektek, és tényleg alázattal, hogy ez egy olyan dicsőséges dolog, hogy ezt emberi akaratból, emberi erőből, sőt, az egó teljesen itt ki van zárva, tehát kiesik, és ki is kell essen, mert ő a emberölő és rabló kezdetektől fogva, tehát a csavaros agy, ami folytonosan próbálja kirabolni Isten országát, tehát úgy hasznosítani, hogy a maga javára, hogy a test fölzabálja ezt az egészet. Tehát lélek zabáló üzemmódba tud élni az ember, és így fogy el. Tehát így öregedünk meg. Ezért kell meglássuk az öregedést. Mert valójában soha nem öregednénk meg. Hogyha megmaradnánk abban az állapotban, mint gyerekkorunkban, szószoros értelemben abban a frissességben, abban az élet örömbe, életerőben, ugye, és nem történne meg velünk a bukkás, akkor tényleg soha nem halnánk meg. De mivel megtörtént a bukkás, így újra fel van kínálva számunkra, újra ez a lehetőség újjászületve Jézus Krisztusban. Tehát ezért szükséges újjászületni Jézus Krisztus által az Atya kegyelméből, hogy újra visszakerüljünk ebben az állapotban. Tehát ez a tökéletes gyermeki állapot, ez az, amikor mondja Jézus, hogy aki egy ilyen kisgyereket befogad, az engem fogad be. Tehát a gyermeki állapotot, gyermeki lelkületet, a gyermeket magát befogadja, azt mondja, az engem fogad be. Tehát újra be tudom fogadni azt ott a kegyelmet, tehát az Atya jelenlétét megélve, mint egy kisgyermek, nem rabló módon kihasználva. És ezáltal egyszerűen halhatatlaná válok, tehát itt a test le van győzve. A testnek itt már nincs szava, amikor a gyermek túlcsordulásig van az Atya lelkével, tehát a Szent Lélekkel. Tehát ezt tanítani sem lehet. Ezt én elmondom nektek, mert
vigyatta az atyám, sőt szembesített, megfedett, csak valójában, amire ma rávezetett, azt egy picit túltoltam, és már azért is szembesített és megfedett, meghallgattam 2-3 zeneszámot pluszba, meg talán kicsit túlsegítettem magam, mert vannak szomjazók is, éhezők is, megfedett, és azt mondta, hogy ez már a rablás kategóriája, hisz ő nem vezetett erre rá, és ne akarjak többet tenni, tehát ne raboljam az életidőt, az életerőt, a lelket, amit ő ad számomra, az, hogy megcselekedjem az ő országát. Ez bármennyire is hihetetlennek hangzik, de ennyire féltőn szerető, és nem akarja, hogy káromra váljon. Tehát, hogyha én nem jó sárfárkodok, akár káromra is válhat ez az egész. Tehát nem mindenkinek engedi meg az atya, hogy duhajkodjon az ő lelkében. Ez az igazság, ezt láthatom. És ez nekem is egy erős teljes szembesítés. Tehát nem vagyok külön, mint más. Mert maga ez az elbukott emberi természet, maga ez a csavaros agy, ugye, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát maga az agy, a tökéletes másológép, az folytonosan nem törekedik másra, csak hogy evel visszaéljen, tehát raboljon, höljön, gyilkoljon, höljön, öldökölje bennem a pici gyermeket, hogy ezáltal is képes, hát ugye emberölő, azt mondja Jézus, elpusztítani az embert magát, szószoros értelemben. Tehát így az emberölő. Hát reménykedek abba, hogy érthetővé vált, amit mondhattam, és bízom abba, hogy aki megérthette ezáltal is, kérve az atyát, hogy megadja neki is ezt a megértést, ez gyönyörűséges dolog, és egyben félelemmel is tölt el engem, mert ez nem akármi, amit megláthattam, mert ez egyértelmű figyelmeztetés számomra is, hogy mit jelent az, hogy Krisztus minden nap, minden percben megüresítve önmagát, tehát nem tette magát, nem emelte föl magát, hanem megüresítve magát emberekhez hasonlóvá lévén, hogy megcselekedje az atya akaratát. Ez nagyon erőteljes kijelentés számomra is. Minden legyen az atya dicsőségére. Tehát nem mindegy, hogy mit engedek meg magamnak, és kinek engedelmeskedek, mert akármit nem tehetek meg, de ha mégis engedek a sátánnak, akkor szembe menjek az atya Isten akaratával. De ennyire keskeny ez az út, de mégis dicsőséges Jézus Krisztusban újjászületve, mert ez embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Tehát engedelmeskedve az atya akaratának, egyértelmű, hogy ez az út, az élet keskeny ösvénye, amit megkaphattam a Krisztus kegyelme és igazsága által, egyértelműen a testnek, a teljes testi akaratnak a teljes megszűnése kell megtörténjen az életem során, hogy a lélek szabaddá váljon. Tehát ugye, ahogy Pál mondja, hogy halál, hol a te fulánkod? Tehát legyőzettetik a halál, és aki nem győzi le a testét, és ehhez szükséges az újjászületés, és követni az atya akaratát, az valójában nem biztos, hogy megszabadul. Na, de legyen meg az atya akarata mindenek felett, és dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak minden egyes kijelentésért. Ezt alázattal osztottam meg. Sziasztok!